Dr. Timmermann Gábor szülész nőgyógyász a vendégünk, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon meghatározható-e a baba neme. Ugye, amikor tervezzük a picit, mindenkinek megvan, amit igazából szeretne, bár azt szoktuk mondani, hogy mindegy, csak legyen egészséges. De aztán egy kicsit valaki a szíve mélyén, vagy mindenki a szíve mélyén kicsit úgy gondolja, hogy legyen inkább lány, legyen inkább fiú. Na most kérdés az, hogy egyáltalán jó-e, hogy ebbe beleszólunk, vagy megpróbálunk beleszólni, a másik pedig, hogy egyáltalán tudunk-e tenni bármit is ennek érdekében. Igen, a válaszom egyértelműen igen. Tehát befolyásolható a születendő magzat neme. Ennek vannak technikai, illetve etikai vonatkozásai. A technikai az, hogy ez hogyan történjen. Ugye vannak házi praktikák, hiszen régi megfigyelés az, hogyha peteérés közelében történik az együttlét és a fogantatás ideje a peteéréshez képest viszonylag szűk, akkor inkább fiúk szoktak fogadni. Hogyha az együttlét és a fogantatás közötti idő körülbelül 36 óra, akkor meg nagyobb részt inkább lányok szoktak fogadni. Van ennek egy szezonalitása is, hiszen a természeti környezetünk, a női ciklus, vagy akár a holdállása is úgy tűnik, hogy valamilyen szinten hatással van. Én szülésznőgyászként gyakran csinálok olyan rendeléseket, ahol szinte majdnem napra pontosan ugyanolyan korú kismamák jönnek az első trimester, ez a Down-kor szűrés esetén, többnyire 12 hetes kismamák jönnek, és bizony látom azt, hogy vannak fiús napok, meg vannak lányos napok. Tehát van olyan nap, amikor majdnem csak fiúkat látunk, fiúmagzatokat, és van olyan napok, ahol szinte csak lányokat. Tehát biztos a szezonalitása is hozzá tartozik. Van egy magyar szerző, Jónás módszernek nevezik, amivel úgy nagyjából ki lehet találni, hogy mikor van termékenyebb ciklusban a hölgy, illetve hogy a fiúknak vagy a lányoknak kedvez inkább a fogantatás. Ennél vannak sokkal exaktabb módszerek. Van lehetőség arra, hogy a spermiumokat kiválogatjuk előre. Én ezt ismertem. Én a kislányom születése után elmentem el beleástad magad a témába? Igen. Sajnos én most már nem Cejzel Endrénél jártam, és nekem ő mondta ezt a kiválasztást, hogy ezt hogyan kell csinálni, úgyhogy nekem legközelebb teljesen biztos, hogy nekem fiam lesz, hogyha én azt szeretnék. Tehát van ilyen lehetőség, hogy besűrítik azokat a spermiumokat, amelyek ugye X vagy Y kromoszomát hordoznak. Ez Magyarországon nem elérhető, ez külföldön vannak cégek, akik ezzel foglalkoznak, vagy meddőségi központok. Ezzel kapcsolatban sajnos volt egy egész a parlamentig eljutó vita, hogy lehessen-e Magyarországon megengedni azt, hogy valaki megválogatja, hogy fia legyen vagy lánya. Na most ez a módszer sem 100%-os. Ezzel a módszerrel is nagyjából a lányfogantatást olyan 90%-osan lehet garantálni, a fiúkét olyan 75%-ban. Van egy ennél sokkal pontosabb módszer, az viszont csak a lombik megtermékenyítés esetén lehetséges, az, hogy már az embrióból leválasztott sejtben megnézik, hogy az embrió fiú vagy lány embrió. És akkor csak azt ültetik be. És ez lehetséges? Magyarországon egyetlen egy indoka van, az pedig az orvosi javalat. Ugyanis körülbelül 500 olyan betegséget ismerünk, ami nemi kromoszomához kötődő, öröklődő betegség, és akkor vagy a lányok esetében, vagy a fiúk esetében okoz betegséget, ugye attól függ, milyen betegségről beszélünk. És akkor, ha orvosi javalat van az, hogy meg kell választani, hogy tudjuk, hogy a fiú vagy a lány egészségesen születne, akkor meg lehet ezt, el lehet végezni, az egyetlen indok, ami Magyarországon engedélyezi, hogy... Az igaz, hogy a fiúk azok kevésbé betegséghordozóak? Igen, nem, ez nem egészen igaz. Azt tudjuk, hogy az X kromoszomában, hogyha valami hiba van, akkor a fiúk esetén nem ugye terméken. Nincsen szemben egy másik X kromoszoma, ami esetleg kompenzálhatja, hanem csak Y van. És éppen ezért pont ellenkezőleg, tehát ha X-hez kötött rendellenesség van, akkor a lányoknál ez kevésbé jön elő, hiszen nekik szemben lehet egy másik X, amit a másik szülőtől kapott, az apától kapott, és hogyha az egészséges, akkor viszont ezt kompenzálja. És akkor inkább nem jön elő ez a betegség. Ilyen esetben érthető, csak azért tényleg ez az életnek a gyönyörűsége, hogy kapunk valamit, és azt mi kapjuk. Igazad van, csak hogyha te mondjuk a férjednek szeretnél megfelelni, mert rengeteg nőben szerintem van ilyen, és mikor az ötödik kislányt szülted meg, akkor lehet, hogy feljön benned a kérdés, hogy hát szeretnék. És igen, akkor szoktak jönni az ikrek. Szerzel doktort, Isten nyugosztalja.
sokszor megkeresték ezzel. Nálunk Magyarországon nem annyira jellemző az, hogy valaki már az első gyermeknél szeretné meghatározni. Ez így van. Például vannak olyan kultúrák Kínában, ahol ugye, elnézést a hölgyektől, de az Isten csapásával ér fel az, hogy lány gyermek születik, mert neki hozományt kell adni. A fiúknál ez meg ellenkezőleg így van. Tényleg erre nem gondoltam. Igen. És ott, ahol ugye be van határolva, hogy egy vagy maximum két gyermekük lesz, hiszen büntetik utána, akkor szeretnék, ha inkább olyan gyerek születne, aki esetleg időskorukban eltartja őket, vagy hát nem kell hozományt adni. Úgyhogy ebből a szempontból például Kínában más a helyzet. Magyarországon nincsen erre akkora társadalmi igény. Viszont én is találkoztam már olyan pácienssel, illetve Czeiser doktort nagyon gyakran megkeresték ezzel, hogy valakinek azonos nemű gyermekei már vannak, és szeretne egy másik neműt. Én a legutóbb olyan hölgy keresett meg, akinek már négy lánya van, és mondták, hogy szívesen beválnak egy ötödiket, de csak abban az esetben, ha fiú. És hát ez a baj, hogy Magyarországon ilyen esetekben nem tudunk segíteni a páciens. De tudnánk? Elméletileg tudnánk, de nincs rá olyan törvény, ami ezt lehetővé teszi, úgyhogy sajnos nem, így nem tudunk. Nem akarunk ebben, vagyis önök, mint orvosok nem akarnak ebben részt vállalni? Vagy? Volt már, mondom, ezzel kapcsolatban, ennek nagy élharcosa volt a Czeiser doktor, és hát ő is belebukott ebbe a harcba. Talán majd egyszer még fölmerül ez a társadalom igény, és megint parlamenti szintre kerül a dolog. Na, én már bizonyítottam, kislányt tudok csinálni, már csak fiú kell, egyet majd csinálom. Köszönjük szépen. De csinálj magadtól.